az inkubátor. Igen. Tehát ugye ez a Probart Kft-nek a telephelye. A Probart Kft. Elsősorban kivitelezésekkel foglalkozik. Most nagyon sok beruházásunk van. Ezek közül a jelentősek azok a szennyvíz beruházások összegszerűleg. Most csináltunk ugye Balázsján, az már egy majdnem befejezett projekt, ott a helyreállítások vannak folyamatban. Ezen kívül Sándorfalva, Vincenten dolgozunk még. Sándorfalva esetében ott Sándorfalva Szatymazi egy konzorciumba indultunk, és a szatymazi részt csináljuk mi. Meg a Vincennek most kezdtünk neki. Emellett foglalkozik más gáz kivitelezéssel is a cég, az Békés Csaba területén, az gázvezeték rekonstrukció, új építés. De ezek azért eltörpülnek a szennyvízberuházások mellett. Most a szennyvízberuházásokon kívül, tehát mélyépítésnek tartozik ez, vagy közműépítés? Ez közműépítés, mélyépítés, így van, de foglalkozunk magas építészettel is, tehát azért épületeket is csinálunk. Általában ez így szokott azért, hogy aki alul is építkező, szeret fölül is. Szeretne fölül is. Igen. Alul is fölül is. Igen. Na most a cég telephelye korábban az a Kossuth utca 88 szám alatt volt, és akkor ez egy pályázat keretében valósult itt meg ez az épület. Ezt 2010-ben írtuk alá a szerződést, és ez a projekt összköltsége 122 millió forint volt. Ez egy 50%-os támogatású volt, ahol 61 millió forint volt nyilván a támogatott összeg, és 2011 év végén fejeztük ezt be, és akkor költöztünk be ide. Mennyi ember foglalkoztat? Hát figyelj Gábor, ezt erre most pontos számot nem tudok mondani, ugye van egy élelmiszer volt ott az érdekeltségbe, üzemeltetünk vízművet egyéb, nem tudom, 200 fő biztos van körülbelül. Ezt elmondhatjuk, hogy itt a Kisnek ez a legnagyobb foglalkozatot. Így van, ezt tudom mondani, pontos még számot. Ha nem is azt mondjuk, hogy csak a Probart Kft., hanem a hozzátok kapcsolódó így van az érdekeltségkörbe. Ez is egy példaértékű abból a szempontból, hogy a településen itt Kistelek városában rengeteg olyan fejlesztés, rengeteg olyan pályázat, program indult el, és nem csak hogy indult el, részben jelentős része meg is valósult, illetve tervezik a jövőt. Látom azt, hogy azok a koncepciók, amik kialakultak, azok nem álltak meg, hanem tovább fejleszthetők. Ez mind azt jelenti, hogy ez a helyi vállalkozásokra is komolyan számít és épít, és a helyi vállalkozások bevonásra kerülnek, a vállalkozók bevonásra kerültek, ami nélkül nagyon nehéz lenne az ilyen településeknek fejlődni, de ez az összefogás, amit itt láttam eddig és tapasztaltam, ez mind azt bizonyítja, hogy így szabad és így kell ezt a települést irányítani, vezetni, de nem csak irányítani, vezetni, hanem így kell élni egy településen, amikor mindenki a hasznos energiáját egy közös cél érdekében viszi. Ehhez azt gondolom, hogy nagyon sok energia szükséges, de ugyanakkor ez az energia megtérül, és talán a legjobb befektetés is.